Üdvözlöm a kedves nézőket, itt Kenta beszél ismételten, és folytatom a My Two Pony Game Loftot. Emiatt itt belevágnánk a dolgokba, először is egy nagyon rossz hírt kell közölnöm, majd fogok csinálni egy külön videót, viszont sajnálatos módon az a nagy helyzet alakult, hogy a legújabb tablet, amit nem régen vettem meg, az úgy döntött, hogy egy év, hogy alig egy év szolgáltatás után felmondja a szolgálatot. Úgyhogy de nem tudom, hogy ez végül is ez így hogy fog alakulni ez a módszer, amit itt most csinálok. De talán nem valami jó módszer ez a dolog, de hát most jelen körülmények között nem tudok mást csinálni, úgyhogy csak itt tudom megoldani a dolgokat, hogy áttettem a telefonomra az egészet, úgyhogy nem tudom, hogy ez lehet. Nem tudom, hogy mennyire lehet látni azt, hogy izé, hogy hozzáadom a pontokat, de remélem azért lehet látni. Kicsit így nehéz. Hát ezen majd még fogok alakítani, hogy legyen ez a módszer, de hát most úgy fogom csinálni, mint az a német videós, hogy ilyen módszert fogok csinálni. Na, és ha minden igaz, akkor már meg is van a ruha. Igen. He? Mi? Tovább megy! Micsoda? Tovább megy a harc? Vagy mi? Tovább megy az, hogy izé... Hát igen, ezt a kamera dolgot még így meg kéne oldani. Ez nem fog nekem tetszeni, de szerintem nektek se, hát most nem tudok ezzel mit csinálni, de... Hát de várjátok, ezt nem értem. Mindig közben itt átveszük a jutalmakat. Azt majd mindjárt megmondom, hogy... Pádom, milyen... jutalmakról van szó, kérem. Csak most itt az a baj, hogy most itt van egy ilyen bundle cucc, ez nem nagyon mond semmit. De azt tudom, hogy elmegyünk akkor most Ponyville-be. Igen, ezen a ezzel még alakítanom kéne dolgokat. Most ugyebár azért jöttem ide, mert két karaktert akarok ide kirakni, akit megszereztem az elmúlt időszakban. Jé, ez ebben a házban lakik ő. Hát akkor várjatok már egy picikét, van amivel közelebb helyre akarom rakni. Apartment, hát jó van. Tudom, milyen apartmanról van szó, de igen, hát sajnos ez a max, amit így ki tudok húzni. Azt tudom, hogy ő itt lakik. Chill for nurse. Pardon. Chill for nurse, chill for ponies are a dime a dozen, but we one of them is giving you shots and cheeking your withers. It's bound to make you feel more comfortable. Hát... nem tudom. Elnézést, de hát ezt így nem tudnám megmondani, hogy pontosan miről van szó. De most várjátok, ezt nem értem. Tovább megy a ruha, addig visszamegy a Crystal Empire-be. Tovább megy a ruha.
közben mennyit haladtam itt. Mennyi kell ehhez? Hát várjatok, ezt nem értem. Pedig mindig arról volt szó, hogyha elértük az utolsó, a negyedik, azaz az utolsó ruhát, a platinumot, akkor ott befejeződött az egész ruhaszegmens. És itt meg megy tovább, hát én... Ezt nem értem, na mindegy. Megmutatom a galériámat, hogy mik voltak akkor. Szóval, amint lehet látni, volt egy olyan fajta bundle, hogy bejött egy ilyen 80%-os kedvezményes karakter. Volt az 50 gem, Hearts and Hooves Day card, tehát ez a szívek és patelk ünnepi kártya, és Diamond Rose 3500 forintért. És bejött egy olyan fajta kedvezmény, hogy amit láthatjátok, itt van ez a póni, akit nemrég kiraktam, ez a Elbow Grease, vagy hogy kell mondani. Ezt mondom magának, hogy ezt mindenképpen megveszem, mert akkor leszek jobban, meg ez a Cheerful Nurse. Ezeket ugyebár kedvezménye lehetett megvenni, meg itt volt a Hippogriffér is, ott már kicsit drága volt. Tudom, hogy 70% kedvezmény volt el, de akkor is mondtam, hogy ezt most nem veszem így meg. Szóval, hogy megvettem ugyebár a bundle-t, azt még elmondanám. És akkor itt van az, hogy ez a Celebrate Hearts and Hooves Day, tehát hogy ünnepeljük együtt ezt a napot, és akkor minden, hát a Purple Maned Pony, tehát ez az összes ilyen lila kinézetű, tehát ilyen lila kinézetű, nem tudom, mane, tehát egy sörény, igen, szerintem ilyen sörény karakter volt ilyen kedvezmény, meg akkor van ez a mostani játékban, pardon, hogy ilyen tehát, hogy ilyen kedvezmények vannak úgymond rajta a karaktereken. Egy pillanat türelmet kérek, és mindjárt megbeszéljük a dolgokat, csak még előbb jó van, hát de most én meg feladatomat csinálom, elnézést. Majd mindjárt megbeszéljük a dolgokat. Na. Még itt egy kicsikét vállalkozunk, már nem tudom, hogy 20 percben itt ezt így hogy lehet kihúzni, de mindent megteszek azért, hogy itt valamit csináljunk addig ebben a 20 percben. Hú, ez még nehéz hozzászokni. Nem tudom, hogy Ringo Speed az a német ember, akiről ugyebár beszéltem a videóimban, hogy hogy csináltam meg ezeket a játékokat. Közben meg arattok elnézést, a másik ember meg kellett volna csinálni, de mindegy. Na. De addig itt megpróbálunk valahogy játszani a pónikkal. Pardon. Nem tudom, hogy mennyire lehet majd hallani a háttérhangokat, bár szerintem az nagyon úgyse foglalkozik vele senki. Nem szeretem ezt a dolgot, ezért is így csináltam azt, hogy ilyen HDMI-s cuccokat vettem, mert ott legalább nem lehet látni a kezemet. Hát most sajnos egy darabig így lesz, mert a tehát az, amit kinéztünk, az kicsikét drága mulatság lesz. És én nem tudom, hogy most mit mondhatnék még erre, mert lenne mit még úgymond megbeszélni, meg elmondani, hát sajnos nem tudok most így ebben a helyzetben mondani, meg mutatni semmit, de majd ki lesz valahogy alakítva a dolog. Pardon. Na. Hát igen, ezekkel a materiálokkal nem tudok mit kezdeni, meg a kerekekkel sem. De az biztos, hogy ővele is mondjak egy játékot. Bár ővele nagyon könnyű játékot fogok játszani. Mert itt a csillagokat kell összekötni. Igen, ahogy mondom, ezeket a dolgokat én nem nagyon szeretem csinálni az ujjammal, mert... Tehát igen, hogy ez miatt félrecsúszik minden. Hát, majd valahogy ki lesz így alakítva a dolog, mert... Meg lehet állítani, de nem akarom megállítani. Hello! Azt nem is tudtam, hogy így is meg lehet állítani. Majd valamit ki fogok kezelni találni, emberek, mondom csak... Nem nagyon tudom, hogy... Ez eléggé kényelmes pozíció ez számomra. Hát a minőséget azt...
Hát a minőség az nem fog sokat változni a dolgokban, legfeljebb csak annyi, hogy... Csak ennyi, hogy... Pardon. Nem baj, mert legalább megvan a... Ez is a pontszám. Igen, itt valahogy mindig így félrecsúszik a dolog, nem tudom miért. Na. Addig vele is játszunk egyet. Sajnálom, hogy most így nem mondok semmit, csak hát eléggé mostában rám jár a rúd, úgymond egy-két dologgal kapcsolatban, de hát remélem ez azért nektek nem fog olyan nagy fejfájást okozni, hogy ilyen dolgokat látok tőlem, hogy így izé szerencsétlenkedek így, hogy a telefonomon keresztül, mint valami izé nagyon kezdő ember, de hát most mit csinálják? Hát sajnos ez van, nem tudok mit ezzel csinálni, mert 102 kerekem van, az nagyon sok. Mindenki megvan. Itt is, itt is. Nem tudom, hogy valakivel akarok úgymond almázni. Nincs itt olyan, aki be lehet almázni. Magyar. Mindegy, öt addig befejezzük. Nem tudom, milyen régóta mehet a videó, most már nem nagyon izé számoltam egy ideje, de hát ezt is elolvasni, hát jó, majd ki fogok itt valamit találni, mert ez így nem egy nagyon kényelmes pozíció, hogy ennyien meg vagyok dőlve. Majd lesz valami. Most egyébként csak ezt tudtam kitalálni vészhelyzetre, mert tudom, ismétlem önmagam, de az a baj, hogy ha valami nagyon foglalkoztat engemet, akkor csak azzal tudok foglalkozni. Nem szeretem ezt a dolgokat így csinálni, hogy így ujjammal meg minden, de hát... Sajnos ez van. Várom. Ez is kész van, gondolom. Igen, csak hát hova kapjak én már annyi kereket? Addig, igen, tehát, hogy haladunk, csak még valahol máshol is kéne. Nem, nem ide. Kentellotba megyek. De nem így, hanem úgy. Jó, hát ez engem nem érdekel. Ne add be kétszer, mert nem érdekel. És van egy csomó játék, Four Step. Csomó karakter, akit föl kéne vinnem. Mert most egyébként még ezeket tudom kiúzni a dolgokat, hogy ilyeneket viszek, de én tényleg nem értem emberek, hát most egy dolgot azért ezzel így elmondok, hogy most ez mi? Tehát én nem értem. Eddig úgy volt mindig, hogyha megvolt a maximális. Tehát, hogyha kimaxoltuk a rohát, akkor vége. Tehát az utolsó szintig, ha elvittük, akkor az a meg is volt. Most akkor nem az utolsó szintig visszük? Vagy ez volt, ja, hogy még az utolsó szint után is van, vagy most mi? Én nem értek semmit már, emberek. Én azt hittem, hogy úgy van, ahogy mondom, de hát ezek szerint a játék azt mondja, hogy nem, nem úgy van, Kenta, nem úgy van. Elnézést. Jó, ezt nem várjuk meg. Van egy ilyen almás.
Almási Péter, Almási Pál. Most mindig Almásinak hittem, de nem Almási, nem Hajmási. Pedig ezt az alma gyűjtögetős játékot így szerettem, de hát így izé... Meg arra is kell figyelni, hogy ne dőljön el, hát nem valami kényelmes. De mondom, ezt majd még kialakítom, hogy hogy legyen, mert... Ej! Az benne sem volt, hello! Hát az nem lesz meg sehogy se. Jó. Még itt addig gyűjtök, tudom, most megint a kezem belelóg, de hát... Proxéknál mi a helyzet? Pálag. Hát igen, van azért egy csomó karakter. Hát, még úgymond egy, ja, hát még egy perc van, hát elég izé, játszunk valamelyikkel, mondjuk veled. A Metamorpho drónnal, itt a changelingek közül, mert ő vele még úgy, régóta nem foglalkoztam. De igen, a jó hír az az, hogy legalább így annyit el tudok mondani, hogy így haladni fogok egy pár karakternek a szintjével, akit ugyebár régóta nem vittem, hát mert már régóta volt, hogy izé... Régóta már mikor vittem ilyen karakterszinteket, hát igen, ez az is köszönhető, mert... Mert nincs... Mert a tabletem sem bírta azt a... úgymond feszültséget, mert kiderült, hogy az 1 gigás memória az túró ide. Ez a játék, ez 2,1 gigát visz. De értetek ti már ilyet, hogy egy ilyen alkalmazás ennyit visz? Hát mondjuk amennyi frissítés, meg újítás jött rá, hát ez nem is csoda. Oké, calm. Na vissza, akkor Crystal Empire jön be. Pardon. És ha minden igaz, akkor már most vége van. Még nem egészen, de... Na megvárjuk. Hát ez nagyon monoton. Monoton lesz, én már előre érzem dolgokat, hogy ez nagyon monoton videó lesz, így. Bár a, hát a másik sem volt úgymond külön, de az legalább egy fokkal nézhetőbb volt, meg hasonló, de hát... Hát elnézést kérek, tényleg ez van, erre nem tehetek. Oké. Nézzük csak tovább a szöveget. Ja. I can still remember that moment, you know, all the words were counted and Cadence was queen of the fall for one. Én szóval, hogy emlékszik az összes pillanatra, nem commander moment, amikor ugyebár Cadence volt ennek az egésznek a királynője, tehát a Tarsparketnek a királynője. Yes, finally some real action. Igen, végre valami igazi akció, úgymond. Wait, you still your monarch by voting and not by conquest? How does that even know, you know what? I'm not even going to ask. Ja, szóval, hogy azt hitte, hogy valami akció lesz, de hogy várjunk. Nem tudom, mi az, hogy monar, szóval, hogy azt hitte, hogy szóval akkor nem is támadtál meg senkit. Hogy létezik az, hogy vagy nem, tudod mit? Inkább nem kérdezek semmit. I was happy to, until I learned that Bach was crowned King Instinct of Shining Armor. Hogy örült neki, ugyebár, hogy annak ellenére, hogy Bach volt ugyebár a korona királya Shining Armor helyett. Azt hiszem, ja. Oh well, I guess you gave it your best shot. Shining Armor, so did Bach exile
you to the wilderness himself, or ja, hogy igen, valami a megtette a legjobbat, és akkor kérdezi, hogy bár ugyebár a talán, hogy a vadonban száműzött, vagy ezt kérdezi a no, actually, he went on a massive ego trip in front, valaki adaságot dokod, de mindegy, massive in front of the world class about how I wasn't good enough for Kenneth, but she was. Tehát, hogy szerintem itt valamilyen megalázásról van szó, tehát, hogy azt mondja, hogy nem száműzte őt a vadonba, minden esetre, szóval, hogy masszív vélemény mondott, gondolom, arról, hogy mennyire nem illik hozzá Cadence. Viszont Buck, magához az, hogy Buckhoz igen. But then everyone in the ballroom stood up for Shining Armor and how kind he was, including me. Remember, sweetie, I even crowed you for former king myself. Nem tudom pontosan, hogy minden van, de minden esetre minden póni ugyebár belátta, hogy Shining Armor ugyebár rendes, igen, és hogy szerintem ő jobban megérdemli a koronát. Emlékszel, édes? Tehát, hogy nem tudom, hogy most ő koronázta meg királynak mindentől függetlenül, lehet, hogy ilyesmit mond. How could I forget? That was our very first dance together, without being interrupted anyway. Hát, hogy felejthetné ezt el, hiszen ez volt az első alkalom, amikor így rendesen táncolhattak hasonlóképpen. Hát 25 millió van hátra, de... Hát az a helyzet, hogy ezt most akkor nem fogom... Hol kell kirakni? Gondolom, hát Ponyville-ben, hol máshol. Jó, szerintem hagyok egy kis izét, feladatot a következő alkalommal, és hát most ez... Pardon. Engem meglepett, hogy tovább kell fejleszteni a ruhát. Annak ellenére, hogy Platinum az utolsó, hát ez nem hiszem el. Na jó, mindegy, hát minden esetre akkor szerintem mennyi lett volna már a My Two Pony Game, azt majd videón kívül megnézem, hogy mennyi pontot kell összegyűjteni, és hát akkor majd ezzel fogok legközelebb jelentkezni, akkor nekünk az utolsó szegmensnek, és hát tényleg előre is sajnálom, hogy ilyen módon kell így folytatni a játékot, meg hogy a jövőben is ilyen módon fogjátok megfigyelni a játékaimat, de hát nem tehetek róla, hát a másik, a tabletem az felmondta, az unalmas, majd elrészletezem, és amit kinéztünk, az meg, hát az egy kisebb vagyon lesz. Ami nem most lesz, de majd lesz. Úgyhogy köszönöm minden kedves nézők a figyelmet, és viszlát a következő videóban, valamint, ahogy mindig is szoktam mondani, külön minden Brawn és Pegasus, pedig külön Brawl és viszlát.